Hölgyeim és uraim, önök most egy kémfilmet fognak látni. Nyilván nem a legelső életükben. Kemény legények, kemény öklök, fondorlat, vakmerőség, pisztolycsaták, autós üldözések. Ugye ilyen egy kémfilm. Nos, az elkövetkező másfél órát együtt töltjük, és kötelességemnek érzem figyelmeztetni önöket, ebből a történetből mindez hiányzik. Amit azonban látni fognak, az igaz. Így történt a valóságban is, a második világháború alatt Svájcban. Engedjék meg, hogy bemutassam munkatársaimat, csoportom néhány tagját. Ők a történet főszereplői. Ellen Stone, angol állampolgár. Harcolt a spanyol polgárháborúban, távirász. Fedőneve Jim. Antonella Baldi, a neve olasz, nemzetisége svájci. Ő is távirász. Fedőneve Róza. Eszter Bösendorfer, német emigráns. Tisztviselő a Genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban. Sisi Fedő néven csoportunk egyik legfontosabb összekötője. Emil Lehmann, genfi rádiókereskedő és felesége Olga. Távirászként dolgoznak velünk. Edward és Maud Fedő néven. És hadd mutatkozzam be magam is. Radó Sándor vagyok. Foglalkozásom földrajztudós. Történetünk idején azonban a svájci szovjet hírszerzőcsoport vezetője. Munkatársaim Albert néven ismernek, de távirataimat így írom alá, Dóra. Bemutatkozásomat hallva megkérdezhetik, miként lett egy földrajztudósból hírszerző. Nem én akartam, hogy így legyen. Igazán egy cseppet sem hasonlítok James Bondra. Még csak nagyra becsült harcos társam, dr. Zorge se juthat eszébe senkinek, ha rám néz. Semmi kalandvány nem volt bennem. Annál több a történelemben. Századunk történelme tehet mindenről. Gyermekkorom óta szenvedélyesen érdekelt a térképészet, de az is, hogy kik és miként élnek a megrajzolt területeken. Így kerültem a munkásmozgalomba. A 30-as évek derekán Párizsban egy antifasiszta sajtóügynökséget vezettem. Ebben a minőségemben utaztam Moszkvába, ahol megkérdezték tőlem, nincs-e kedvem valami kockázatosabb feladatot vállalni. Igen, mondtam. Ami igaz, igaz, párizsi ügyeim nem álltak jól. Az irodát bezárás fenyegette. Még abban az évben Genbe költöztem családommal együtt. Ott volt akkor a Népszövetség központja. Geopress néven térképészeti sajtóügynökséget nyitottam. A vállalkozás sikeresnek bizonyult, és jó fedőszervnek. Széleskörű hálózatot sikerült kiépíteni. Három rádiónk egyre sűrűbben küldte rejtjelzett távirataimat a központ felé. Látszólag zavartalan működésünk 1942 nyaráig tartott. És akkor egyszerre megváltoztak a körülmények. A Midway-szigetek térségében elért sikerek után az amerikai hadsereg újabb támadást indított a japán haditámaszpontokon. A Guadalcanal szigetén hatalmas tengeri és légierők összevonásával indítottak partot állapot. Apa, beszélni szeretnék veled. Most dolgozom, nem szeretem, hogy ilyenkor zavar. De ez fontos. Önt keresik. Radó úr? Igen, tessék. Az adóhivataltól jöttem. Mivel szolgálhatok? A könyvelésüket szeretném átnézni. Most volt a rendes fél évi ellenőrzés, alig egy hónapja. Ez a Geopress térképészeti iroda? Igen. Akkor ide küldöm. Az én könyvelésemben még egyetlen ellenőr sem talált hibát. A múlt alkalommal is... Sajnálom, asszonyom. Nem vagyok férnél. Sajnálom, kisasszony, engem akkor is ide küldtek. Lula, kisasszony, mutassa meg a könyvelést. Mindent, amire az úr kíváncsi. Ki ez? Adóellenőr. Na de... Én se értem, valamit szaglásznak. Nem lenne jobb, ha mégis benéznél? Úgy se találnak semmit. Luan kisasszony, a könyvelők gyöngye. Sisi azt üzeni, hogy ma este feltétlenül menj át hozzá. Hányszor mondtam, hogy ellenzem az eféle találkozókat? Tudod, milyen erőszakos, őrülten fontos, pokolian fontos. Jó vagy rossz? Azt hiszem, inkább jó.
Rettentően lelkes volt. Jó estét. Jó estét. Már alig vártam. Hol késett? Golfozni voltam. Mit csinált? Golfoztam az angol királyi golfklubban. Jaj, Alex, a maga tréfái. Figyeljen ide, most igazán fontos ügyben hívtam. Taylorról van szó. Pontosabban Taylor barátjáról. Foglaljon helyet. Köszönöm. Képzelje, Taylor közölte, hogy a barátja, akitől azok a fantasztikus információk származnak, hajlandó együttműködni velünk. Azt mondja, teljesen kikelt magából, amikor megtudta, hogy az információit a keleti frontról az angolok nem használták fel, hanem a papírkosárba dobták. Nagyszerű. Szervezzen nekem egy találkozót vele. Paul, nem főznél nekünk egy teát? Paul kitűnő teát főz, olyan oroszosan. Hát éppen ez az. Taylor barátjának épp az a kikötése, hogy meg akarja őrizni az inkognitóját. Ne is próbáljuk megtudni, se a nevét, se a címét, ezt üzente. Ez képtelenség, ebben nem mehetünk bele. Ne őrítsen meg, Taylor minden fontos híre tőle származik. Emlékszik, amikor tavaly megmondta a Szovjetunió elleni támadás pontos dátumát? És ez mégis provokáció, ha így akarnak minket a németek félreinformálni. Alex maga mindig rémeket lát. Nem, csak újra meg újra felhívom a figyelmét az óvatosságra. Azért tegyünk föl neki néhány kérdést, amelynek alapján a központ eldöntheti, hogy elfogadhatjuk-e a feltételeit. Szizi, kérem, vegyen tollat, papírt, írja. Első kérdés. Milyen információi vannak a német hadvezetésnek a szovjet csapatok elhelyezkedéséről a középső front szakaszon? Jó napot! Jött válasz a központból? Mit felelt a direktor? A központ kifogástalannak tartja az információkat, és hozzájárul a kapcsolat felvételéhez. Ugye megmondtam, hogy el lesznek ragadtatva. Most már megnyugodott? Eddig se voltam ideges, csak óvatos voltam. Minden eshetőségre fel kell készülnünk. Maga mindig rémeket lát. A rémek itt vannak körülöttünk. Ellenük harcolunk. Paul, hogy van? Paul jól, csak ideges agyára megy a bezártság. Maguknál minden rendben van? Minden rendben. Itt vannak a kérdések, amikre a direktor választ vár. Az ismeretlen, aki Sissin keresztül felajánlott a szolgálatait, rendkívüli hírforrásnak bizonyult. Máig se tudom hogyan és honnan, de részletekig menően pontos információkat szerzett a németek terveiről, hadmozdulatairól. Készséggel és hihetetlen gyorsasággal válaszolt a központ legtöbb kérdésére. Lucy fedőnéven szerepelt távirataimban. Inkognitóját mindvégig szigorúan megőrizte. Még a nevét is csak évek múltán tudtam meg. Már ennyi idő van? Igen, 9 múlt. Segítsek? Nem, köszönöm. Az Istenit! Adod a tűzbe, én szétszerelem a masinát. Most a kamerában gödörbe megpróbálom feltartani őket. Nem él éva? Magát keresik. Nézzék át a helyiség. Mit akarnak? Rendőrség. Mit jelentsen ez? Átkutatás. Tessék, itt a parancs. Jelentem, ezt találtuk. Egy rövid hullámú adóvevő. Ugyan, ez egy oszcillátor. Gyógyászati célokat szolgál. Ugyan, ne vicceljen. Még hogy gyógyászat. Most csak fiam az orvosi igazolást. Én magam csináltam. A neuralgiámat gyógyítom vele. Itt van. Tessék, olvassa. Magának mi a véleménye, Sáron? Maga a szakember. Hát, lehet oszcillátor is. De lehet belőle rádió is.
Nem nagy a különbség. Majd odabenn megbeszéljük. Vegye a kabátját, kalapját, velünk jön. Azt a vacakot is hozzátok, fiúk. Adhatok még valamit? Köszönöm, más nem. Jó napot. Jó napot. Egy franc. Köszönöm. Viszontlátásra. És ide a szopásosat? Egy csokoládét. 60 centén. Köszönöm. Én is. Viszlát. Régóta nem járt itt nálunk. Ezt önnek küldték, uram. Köszönöm. Edőt letartóztatta a rendőrség. Házkutatást is tartottak. Mód. Sajnálom, Radu úr, de vissza kell vonnom a tartózkodási engedélyét. De hát miért? Évek óta lakom Genfben. Jól menő irodám van. Soha nem kerültem összeütközésbe a svájci törvényekkel. Ha nem így lenne, bizonyosan nem itt beszélgetnénk. De hát ön ugye magyar állampolgár. Igen. A maguk törvényei szerint, aki 10 évnél hosszabb ideig tartózkodik külföldön megszakítás nélkül, az elveszti az állampolgárságát. Ön pedig 1919 óta nem járt Magyarországon. Sajnos ezek szerint. De akkor mit csináljak? Nem tudom. Talán utazzék haza és érvényesítesse az állampolgárságát. Utazzak haza? És mikor kellene ezt elintéznem? Minél hamarabb. Nos, hölgyeim. Minden rendben. Megfelel. Ennek igazán nagyon örülök. Hát akkor szíveskedjenek talán holnap befáradni az irodámba, hogy aláírja csak a szerződést. Mi volt a rendőrsége? Képzelje, a sógorom miatt történt minden. Találtak nála egy csomó röplapot, meg kommunista könyveket. Ezt keresték nála is. Eduard odabent is kitartotta mellett, hogy az oszcillátor a betegsége miatt kell. Irodalmat nem találtak, pártkapcsolataink nincsenek, így aztán 2 nap múlva kihegyülették. Minden esetre nagyon óvatosaknak kell lenniük, Mód. Tulajdonképpen abba kellene hagyni a munkát. Ne féljen, Mária. Otthon minden nyomot eltüntettem. Ebben a villában meg nem fognak keresni. Mi baj van, Alex? Baj? Semmi. Ismerlek. Látom, hogy valami nyugtalanít. Mi nyugtalanítana? Béke van. Győztünk. Hitlert már el is felejtettük, és én csak a tudományos munkámnak élek. Alex, most ne viccelj. Tudom, hogy történt valami, látom rajtad. Az állampolgárságom érvénytelen. Aki 10 évig nem volt odahaza, az elveszíti az állampolgárságát. És eddig nem volt érvénytelen? Eddig nem törődtek vele. De ma beidéztek a rendőrségre. Nem is szóltál. El kell tűnnöm. És ki irányítja a csoportot, szó sem lehet róla. Ezt a munkát nem lehet illegalitásból csinálni. Ne légy kis hitű. Mások is dolgoztak ilyen körülmények között. És mi lesz velünk? A gyerekekkel is velem. Kiutasítanak az országból. Hát nem. Ezt a szamárságot ki fogjuk védeni. Nem szamárság ez, Léne. És itt volt ez az adóellenőrzés is. Félek, szimatot fogtak. Te? Hogy is hívják azt az embert a konzulátuson? És mit tudnék segíteni? Fogalmam sincs, de azt hiszem semmit. Dehogy nem. Mindig van valami kis kapupárdon. Doktor Halápi. Ha megengedi, visszahívom, most el vagyok foglalva. Mondja, Helén, van az én Sándor barátomnak valami tehetősebb rokona odahaza? Jó szituált kereskedő szülők. Valamit megpróbálhatunk. Persze némi kockázat van benne. Számomra is. Alex, biztosan nem lesz hálátlan. Nekem egy mosolya mindennél többet ér. Maga úgy ismeri Oroszországot, mint a saját tenyerét. Májkok, meg ilyesmit. Életemben nem hallottam ilyet. Ez a szakmám. Kitűnő munka, mindjárt le is adom. Itt gondol, Radó úr, mi lesz velünk? Maga még reménykedik? Úgy élünk itt, mint a börtönben. Egész Svájc egy börtön. Érti, uram, börtön. Körül vagyunk zárva. Úgy ugrálunk, ahogy a németek fütyülnek. Nálunk nincs háború, de elsötétítés az van. És miért? Mert a németek azt állítják, hogy a mi városaink a szövetséges bombázóknak a világító tornyai. Nesze neked svájci semlegesség. A sajtónál dolgozik maga, és tudja, mi a helyzet. Magam adtam le a hírt.
az angol száz és a szovjet megállapodásról, a második front megnyitásáról. Megbízható forrásból tudom, hogy Hitler abban a percben lerohanja Svájcot. El van döntve. És a kormány lavíroz. Mit lavíroz? Sunyit kérem, sunyit! És gazsulál a náciknak. Én meg vagyok győződve róla, hogy egy megszállás esetére. Örülök, hogy látom. Mi azt dolgozunk? Már csak beszélgetünk. Kitűnőek a térképei, Radó úr. Megbízhatóak és pontosak. Köszönöm szépen. Mi köszönjük? Apropó, pontosság. Nem érték mostanában kisebb-nagyobb kellemetlenségek a hatóságok részéről? De igen. Honnan tudja? Emlékszik még arra a kiigazításra a Karácsony-szigetekkel kapcsolatban? Igen, hogy ne emlékeznék. Tudja, kinek a cikkét igazította ki? Árnul ezredesét. Egy rendkívül hiú ember nagyon megsértődött, hogy egy civil, egy idegen kioktat egy svájci vezérkari tisztet. Óriási Radó úr! Így beletrapált! Hiába, minden mesterségnek megvan a maga kockázata. Micsoda fatális véletlen, a körülmények milyen ostoba egybeesése. Őszintén megkönnyebbültem. Úgy éreztem, minden rendben. Pedig ha valamikor, hát most lehetett volna okom a nyugtalanságra. Tessék! Hely! Hely! A három svájci adó mai éjszakai anyaga. Köszönöm. Miből gondolja, hogy az adók összetartoznak? Hasonló az adásmódja és a rejtjelzés. Hányan vannak? Hárman. Bemértük a fogadóállomást is. A fogadóállomást? És pedig? Moszkva. Jó napot, Albert. Hány óra? 12. Az ördögben nagyon elaludtam. Bújjon be. Jött sok anyag az éjjel? Jött bőven. Jimmy, a direktor meg is sürgeti azt a Paulo-féle útlevelet. Nem felejtettem el, majd holnap átmegyek Bernbe. Köszönöm, a kedvenc virágom. Colette, legyen szíves, vigye ki a zöld kosztümöt a hölgynek. Azonnal jövök. Tessék. Foglaljon helyet. Köszönöm. Simán ment? Igen. Közölje, hogy ezt a vonalat kiépítettük, és hogyha szükség van rá, akkor új útlevelet is tudunk küldeni. Remek. Jelenteni fogom. Tehát Como, Luigi Cagliari szabóműhely. A cím Via Portaccia 11. Az utca térszerűen kiszélesedik a ház előtt, nem lehet eltéveszteni. Csak akkor menjen be, ha az ablaktáblák nyitva vannak. Világos, körültekintő lesz. A jelszó, itt csak hozott anyagból készítenek ruhát. Válasz? Nem. Van raktárunk is. Itt csak hozott anyagból készítenek ruhát. Nem. Van raktárunk is. A három adó folyamatosan dolgozik. Az anyag, amit továbbítanak, igen nagy mennyiségű. Természetesen minden táviratot lejegyzünk. Helyes. De mi van bennük? Azt nem tudjuk egyelőre. Nem sikerült megtalálnunk a kulcsot. És az új desifrírozógépek? Nem jutottak többre. Az adók helye tehát Svájc. Pontosabban? Ezt sem tudjuk megállapítani. A hegyek miatt csak közelebbről lehetne pontosabb adatokat szerezni. De Svájcban nincs módunk a közvetlen felderítésre. Köszönöm, százados. Jelenteni fogom a dolgot Schellenberg brigádőrfürer úrnak. A német elhárítás megtisztelő fontosságot tulajdonított nekünk. A biztonsági szolgálat főnöke személyesen fáradt át miattunk Svájcba. Amíg Európa szerte a német nép heroikus erőfeszítéseket tesz, a végső győzelemért itt Európa szívében béke, nyugalom. Ezt nem utolsó sorban önnek köszönhetjük. Túlbecsül, brigádezredes úr. Elszi. Kedvenc márkám. Svájc semlegességét nem értékelik egyértelműen a főhadiszállások. Én személy szerint tisztelem Svájc semleges státuszát és aggódom Svájcért. Ezért vagyok itt. Végtelenül örülök, hogy azonos hullámhosszon dolgozunk. Szép ez a táj. Minden esetre hasznos volna, ha a svájci iránti barátságomat kézzelfoghatóbb érvekkel támasztatnám alá a Führer előtt. Ha például az ellenséges hírszerző csoportok felszámolásáról informálhatnám.
Biztosíthatom, a semleges Svájc nem tűri, nem fogja tűrni a státuszával össze nem férhető tevékenységet. Erről van szó, brigárezredes úr. És ebben tudnék én önnek segíteni. A mi rádióbemérőink felkészültsége és műszaki felszereltsége a legkorszerűbb a világon. Segítőkészsége hálára köteles, csak hogy éppen Svájc semlegessége az, ami kizárja a segítségnek ezt a módját. Sajnálatos. Ön megnehezíti a missziómat. Így nehéz lesz Svájc érdekében megnyugtató hírekkel szolgálnom a Führernek. Én rendületlenül bízom benne, hogy megtaláljuk az együttműködés adekvát módját. Jó napot, asszonyom! Jó napot! Valahová ide hívtak orvos, de azt hiszem eltévesztettem a számot. Ki kérte? Cagliari, Luigi Cagliari. Szabó. Lehet. Az ott lakik lejjebb a 11 számban. De az nem hívott orvos. Várjon csak! Elvitték. Kik? Hát ki? Spazok ott. Ott teszi őket a fene a ház előtt. Már negyedik hete folyton, éjjel-nappal. Lehetetlen. 3 héttel ezelőtt még beszéltek vele. Nézd, de én kerek 40 éve lakom itt. Én mindent látok és hallok. Holnap lesz 4 hete, hogy elvitték szegényt. Coretti mamának hihet. Akkor bizonyára tévedtem. Jó napot, asszonyom. Lehetetlen, hiszen 3 hete... Pedig sajnos így van. Ezek szerint az útlevelet sem ő adta át a futárnak. Még szerencsé, hogy maga nem sétált bele az egérfogóba. Majdnem besétáltam, a házat figyelik. Csak egy kicsit feltűnően. Tüdejének semmi baja. Ezek szerint ez az út járhatatlan. Más utat kell keresnünk. Vajon mit tudtak meg tőlük? Bár bizonyos összefüggések felismerhetők a rendszerben, egyelőre még a gépek segítségével sem sikerült megtalálni a sifrírozás módszerét. Szóval semmit sem tudtak megfejteni! És maguk? Felmerült egy név, bizonyos Alexander Radó. Az Olaszországban felgöngyölített csoport kihallgatása során említették. Svájcban él, régi kommunista. Tudunk róla valamit? Radó Alexander térképész. Budapesten született 1899-ben. Az 1919-es tanácsköztársaságban fontos katonai posztot tölt be, majd emigrál Bécsbe, itt is tevékeny politikai szerepet játszik. 1922-ben Németországba költözik. Felesége Helene Jansen, a Német Kommunista Párt alapító tagja. 1933-ban Párizsba költöznek, itt ellenséges sajtóügynökséget létesít, 1936-ban Genfbe költözik, a Geopress térképészeti sajtóügynökség igazgatója és főrészvényese. Figyelemre méltó pályafutás. Azt hiszem, érdemes foglalkozni vele. Tessék ráállni, megközelíteni, megfigyelni a környezetét. A Führer személyes részvételével került sor a Hősök napjának hagyományos ünnepére. A Nemzeti Szocialista Mozgalom mártírjainak emlékére rendezett manifestáción Adolf Hitler, a német népvezére, üdvözölte a fronton dúló küzdelem kiemelkedő harcosait. A nagy katonai pontával megrendezett ünnepségen megjelent Goebbels, propagandaminiszter, Keitel vezértábor, nagy az OKV főparancsnoka és a birodalom számos más vezetője. A csapatok tisztelgését Göring birodalmi marssal fogadta.
reggel úgy fájt a fejem, de úgy, hogy az rémes. A déli szél már kislánykoromban is kikészített. Miért nem próbál meg vizes borogatást tenni a tarkójára? Gondolja már, hogy a segít. Valószínű. Elhoztam a kért könyvet. Köszönöm. Készen vagyunk. Parancsoljon. Köszönöm, Hán. Kérem szépen. Kisasszony, parancsoljon. Azt hiszem, maga következik. Megint magához kerültem. Nem véletlenül. Hogy? És az akkor előbb végez? Ha maga jön, én mindig úgy osztom be a munkát, hogy maga hozzám kerüljön. Miért? Nem tudja? Fogalmam sincs. Majd egyszer elmondom. Most mondja el. Nem, Baldik Csasszony, majd egyszer. Antonella a keresztnevem, de Nellának szoktak szólítani. Köszönöm, Nella. Ki az a hölgy, akivel az előbb beszélgetett? Rokona? Nem, itten ismertség. Könyveket szokott hozni nekem. Jó maguknak. Gondtalanul élnek. Könyvekkel foglalkoznak, fodrászhoz járnak. Miközben odát százezreket kínoznak meg. Maguk itt Svájcban semmit sem tudnak. Honnan tudja? Én megjártam ott a poklokat. Német vagyok, és nemrég jöttem át egy olyan táborból. Megszökött? Halkabban. Miért? Svájcban vagyunk. Ez az ország is tele van gestápó ügynökökkel. Magát is megkínozták. Erről ne beszéljünk. Szegény fiú. És akkor ott verték nagyon az apámat a szemem láttára. Saját műhelye mögött az udvaron. Saját szerszámaival, reszelővel, az emelő rúdjával, meg a francia kulcssal. És én nem mertem előbújni a hordók mögül. És tudja, Nella, mi volt az egészben a legmegalázóbb? Hogy még csak elő sem vették a revolverüket. Iszonyú. Később engem is elkaptak. Semmit sem tudtak rólam, csak azt, hogy az apám szocialista volt. Így aztán internáltak. És a táborban? Erről nem szeretek beszélni. Ezeket a táborokat azért csinálják, hogyha egyszer oda valakit bevágnak, az többé ne kerüljön ki élve. Szöges drót villanyárammal, őrtornyok, géppuskafészkek, reflektorok, farkaskutyák és kizabált bunkó SS legények. Szadista, homoszexuális állatok. Mit mondjak még? Szegény. Mennyit szenvedhettél? Részletesen elemezte a svájci semlegesség szerepét a nemzetközi helyzetben. Az ország iránt megnyilvánuló tiszteletet a következő négy tényezőre vezette vissza. Először, Svájc összekötő feladatot tölt be a hadviselő felek között. Másodszor, otthont nyújt a menekülőknek. Harmadszor, hisz a demokratikus elvekben és gyakorlatilag is él velük. És végül negyedszer, Svájcnak kulcshelyzete van Németország és Olaszország között. Az afrikai fronton gyors ütemben bontakozik ki a szövetséges haderők támadása. Az események hírére Rommel tábornagy, a német Afrika Korps főparancsnoka megszakította szabadságát és repülőgépen tért vissza a harcok színhelyére. A keleti fronton a Stalingrád térségében kiélesedő harcok miatt a főparancsnokság elutasította a tábornagynak újabb erősítések Afrikába küldésére irányul. Alex! Valami baj van? Baj, ellenkezőleg Sisi Lucerni emberek küldte ezt az információt. Figyelj csak! Stalingrádtól délkeletre a félsivatagos lakatlan úgynevezett fekete földeken a német hadvezetés nem tartja lehetségesnek a szovjet csapatok összevonását. Ezért itt a német hadsereg szárnya védtelen. Ez fantasztikus. Mit szólsz hozzá? Hát... Na, figyelj csak! Ez itt Stalingrád. Itt húzódnak a német állások, itt a szovjetek. Na már most! Ha Szárpa és Bármancak között egy összpontosított támadást indítanának, meg lehetne lepni a németeket. A hír, amit sürgősen megtáviratoztam, felkeltette a központ érdeklődését. A direktortól záporoztak a kérdések. Stalingrádtól délnyugatra és a Don mentén hol húzódnak a németek hátsó védelmi vonalai? Hol épültek már védelmi vonalak Stalingrád Kalacs térségében? Milyen jellegű erődítéseket építettek a Dnyeper és a Berezina vonalán? Megvan-e már Guderian hadseregcsoportja? Mely hadseregek tartoznak hozzá? Hol vannak a törzsek?
és a kérdésekre többnyire sikerült pontosan válaszolnunk. Ellenston úr? Én vagyok. A rendőrségtől jöttem. Tessék. Mit tehetek elért, uram? Láthattam az útlevelét és a tartózkodási engedélyét. Mindjárt hozom, foglaljon helyet. Egy pillanat. Jim leeresztette a redőnyt. Vajon mi történt? Váratlan látogatót kapott. Kit? Eszembe jutott, milyen más is ez a munka, amit mi végzünk, mint amilyennek az ember elképzelni. Ugyanis nem voltam izgatott. Ehhez a munkához nem vakmerőség, inkább türelem és szívósság kell, mint Jim elmaradhatatlan összerakós játékához. Csak a szokásos rutin ellenőrzés volt, higgy el. Hoppá! Főként a pénzügyeimet ellenőrizte. Hát akkor gratulálok a kitüntetéséhez. Milyen kitüntetésem ez? Hát nem azért hozta a pezsgőt? November 7-e van. A születésnapja? Nem az enyém. A forradalomé. Hát akkor éljen a forradalom, no? De azért én magának is gratulálok. Köszönöm, mi ez? Tényleg nem tudja? Tegnap vettem a központtól az üzenetet. Lenin rendet kapott. Váratlan meglepetés. De nagyon jól esik. Valóban nem tudja, milyen ünnep van ma? Tudom, Albert, hogy a kérés szokatlan, de nagyon fontos lenne, hogy vállalja. Ezek a francia fiúk derék, bátor emberek. Önként vállalták a harcot, de most... Nem, lássa be, hogy én ebben nem segíthetek. A németek visszaszorították őket a hegyekbe. Rossz hírek a frontról. Elcsüggettek. Nem hagyhatjuk, hogy szétszéledjenek. Maga tudja, Daniel, hogy nem szabad fölösleges kockázatot vállalni. Akkor ajánljon valakit maga helyett. Mikor lehet velük találkozni? Ő az? Ő. Köszönjük, hogy eljött. Kérem, vigyázzon az úton, néha meredek lesz. Az élet ritkán tartja be a klasszikus dramaturgia szabályait, de ez alkalommal az a bizonyos első felvonásbeli puska valóban elsült a harmadik felvonásban. A francia partizánokkal való találkozásom később megismétlődött, és akkor nekem volt szükségem rájuk. Megfeledkezett mindenki rólunk. Az Isten nem feledkezik meg rólunk. Fütyülök az Istenére, abbé! Az a baj, hogy az angolok is megfeledkeztek rólunk. Azt mondja meg nekünk, mikor szállnak partra az angolok? Azok burzsúlyok, azokat várhatod. Ülnek a szigetükön és szarnak ránk. Maga kommunista, ugye? Az hát, mi köze hozzá? De az abbé nem kommunista. A közös veszély mégis egy táborba hozta magukat. Az angol százok is kénytelenek együtt harcolni Hitler ellen a szovjetekkel. Az abbé más. De annak mi haszna, hogy mi itt vagyunk? Semmi. Maguk erőket kötnek le, és ez óriási dolog. Ha valahol felrobbantják a sineket, és csak 24 óráig nem jut utánpótlás a frontra, már tettek valamit, és különösen most. Figyeljenek ide. Ez itt Moszkva. Itt a Volga. Itt van Sztálingrád, itt van a Kaukázus. Ezen a részen állt a front 3 hónapig. A németek át akartak törni a Volgán az olaj felé. És most elindult a szovjet ellentámadás. Az egyik ága a harapófogónak erre, a másik pedig erre. Ha Sztálingrád felszabadul, akkor a németek nem jutnak el a Kaukázusba. És tudják, mit jelent ez? Nincs olaj, nincs benzin. Márpedig ehhez a háborúhoz olajra és benzinre van szükség. A gépkocsikhoz, a tankokhoz, a repülőkhöz. Itt Moszkva beszél. Katonáink megtörték a Sztálingrádtól északra bekerített ellenség ellenállását. Fegyverletételre kényszerítették az ellenséget, szétzúzva az ellenség utolsó ellenállási gócát Sztálingrád körzetében. Ezzel a sztálingrádi csata 1943. február 2-án hadseregünk történelmi győzelmével véget ért. Örök dicsőség a hősöknek,
akik a hazánk szabadságáért vívott harcban estek el. Nella, tudod, hogy nem beszélhetek. Erről nem. Bocsáss meg. Többet nem kérdezek semmit. De én olyan rémesen boldog vagyok, hogy milyen egyformán gondolkodunk. Olyan borzasztó magányosan élni, hogy az ember soha senkinek nem mutathatja meg, mit érez. Hová mész? Hozok valami innivalót. Talán mégis jobb lenne, ha nem találkoznánk többet. Nem. Miért? Félek. Te, aki meg tudtál szökni onnan. Nem magamat féltem. Téged. Bajba keverhetlek. Rám sokan vadásznak. Senkinek sem szabad megtudni, hogy mi ketten. Érted? Te az. Tudod, hogy én még sose voltam szerelmes. Ha bajba kerülnék, elbújhatnék nálad egy pár napra? Nem. Azt nem lehet. Haladéktalanul ki kell deríteni, hogy a mellékelt könyvoldal milyen könyvből származik. Vegyék fel a kapcsolatot a 7/B dokumentációs csoporttal, szükség esetén a Párizs Zonderkommandóval. 5. pont. Az Abwehrt kérjék fel, hogy lokátoros kocsiai kezdjék meg a bemérést a svájci határ mentén, minél közelebb a Genfitóhoz. 6. pont. A 6/B első alcsoportja kezdje meg a bemérést Svájcban. Az F csoport gondoskodjék a felszerelésről. 7. pont. Forszírozni kell, hogy az Amt 4, zárójelben gestapó, zárójel bezárva, tegyen meg minden erőfeszítést a beépülésre. Elsősorban a hírforrásokat kell felderíteni. Utolsó mondat aláhúzva, felkiáltójel. 8. pont. Tessék. Meghoztam a sört. Tegye le. 331 fok. 46 fok. Mi az? Mit akar? Tetszenek még valamit? Semmit. Elmehet. A metszéspont Alfred Bertram Park. Jó napot, Bolt. Nézze, milyen jó napot szép kívánok. Nagy. Ritka szép, nem, asszonyom? Bizony az. Csak nem rontja az üzletemet, kedves radónő. Mit parancsol? 2 kiló krumplit, egy fejkáposztát és 6 tojást.
Várjanak, asszonyok, mindjárt elszámolunk. Jó dolguk van maguknak, Boászi úr, hogy nem ülnek a nyakukon a németek. Bezzeg nálunk úgy nyüzsögnek, mint eső előtt a hangyák. Nem tehetünk egy lépést, hogy beléjük ne botlanánk. Az, és olyan autókkal járnak, aminek valami nyavaja forog a tetején. Azt mondják, valami rádiókat keresnek. Na, még ki se fújtam magam. Inkább adj inni valamit. Mit? Ott van sör. Te is mindig csak sört iszol, mint az a két német. Olyan fura pasik. Turistának vannak öltözve, de a hátizsákjuk tele van mindenféle műszerrel. Ülnek a szállodában egész nap valami térképnél, számolnak és isszák a sört. Milyen műszerek? Vigyázz az ajtó előtt. Ez a rök, Marika. Mi van vele? Mégse tűnt el a keleti fronton. Azt hiszem, megjöttek. Igen. Igen, az rendben lesz, Albert. De egy más ügyben sürgősen kéne találkoznunk. Aggasztó felfedezést tettem. Orvvadászok kószálnak a hegyekben távcsöves puskával. Eszik valamit, Albert? Egy kis hideget, sajt? Köszönöm, nem kérek. Jaj, maguk férfiak. Csak a munkán jár az eszük. Ha mi nem volnánk, éhen is halnának. A teát remélem megissza. Köszönöm, üljön le maga is, Mód. Fontos dolgunk van. Új adásrendet kell megbeszélnünk, be akarnak mérni bennünket. Kik? Hol? A határon túlról is, és közelebbről is. Természetesen a németek. A 94. gránátos hadosztály a Königsbrücki táborban szerveződik. Ki lehet ez a Werther és Lüssi, akik leadják a drótot? Jó volna tudni. Van valami újabb? Azonnal megnézem. Tessék, ez itt a legújabb. Direktornak Olgától. Na tessék, Olga is van. Ilyen még nem volt. Újonnan felállított német egységek, a 14. páncélos hadosztály egyik ezrede a Zeithányi táborban, ugyanennek a hadosztálynak egy másik ezrede Balcenban szerveződik. A 14. gránátos hadosztály a közelmúltban újjászervezés végett, a hesseni Wieber táborba érkezett. Van még valami? Megvan a harmadik pont. A 129-es gránátos hadosztály Alsó-Ausztriában állomásozik, és március 31-től menetkészen áll. Elképesztő információk. Ez csak az OKV-tól jöhetett. Vagy a főhadiszállásról. Tudomásunk van arról, hogy Svájcban szovjet hírszerző szolgálat működik. Méghozzá igen eredményesen. Szeretném emlékeztetni, hogy a parlamentben belügyminiszterünk a leghatározottabban megcáfolt minden ilyen feltételezést. A belügyminiszter úr politikus, de mi katonák vagyunk. Mi tényekkel és adatokkal dolgozunk. A szálak ettől az ügynökségtől néhány igen magasrangú német tisztig vezetnek. Ez fantazmagóriának tűnik. Pedig tény. Az említett tisztek elégedetlenek a Führer politikájának bizonyos vonásaival. El sem tudom képzelni, hogy ilyesmi előfordul a birodalomban. Azt talán mondanom sem kell, hogy a gestapó már a nyomukban van. A napjaik meg vannak számlálva. Hát akkor? Nem ilyen egyszerű, brigárezredes úr. Én szeretném megelőzni a gestapót egy lépéssel. Egy leleplezett összeesküvés után az erős kéz politikája következnék. Tehát ez esetben olyan vonalvezetésre számíthatunk, hogy Svájc megszállását nehéz lenne megakadályozni. Különös tekintettel a szóba forgó tisztek svájci kapcsolataira. Nekünk ilyen kapcsolataink természetesen nincsenek. Senkivel. Én a Svájcban működő szovjet hírszerzőkről beszélek. Ilyenekről nem tudunk. Biztos voltam benne, ha tudnának róla, már rég nem működhetnének Svájc területén. Mi azonban tudunk róluk? Elhárításunk földerített néhány fontos adatot. Az elmúlt időben többször is tájékoztattam a Führert, hogy kapcsolatunk a semleges Svájccal a jelenlegi formájában kielégítő, sőt gyümölcsöző a birodalom számára.
Szeretném, ha jövőben is módonban állna hasonlóan érvelni. Egészségére. Nem hivatalos minőségemben, mint az ön barátja, kérem. Tanulmányozza át ezt a dossziét. Én segíteni szeretnék. Ha meglennének a szükséges információim, talán közbeléphetnék, mielőtt valami jóvá tehetetlen történik. Ez csak a fele annak, amit a központ kért, de nem tudtam többet összeszedni. Ennek ellenére el kell mennie a találkozóra. Beszélj meg a futárral egy következő találkozót, addigra megszerzem a többit is. Jelszó? Keller professzor úr asszisztenséhez van szerencsém. Erre ő? A professzor úr kíváncsi várja a laboratóriumi vizsgálat eredményeit. Keller professzor úr asszisztenséhez van szerencsém? A professzor úr kíváncsian várja a laboratóriumi vizsgálat eredményeit. Elhoztam a pénzt. A központ küldi. ...1943 nyara. Munkánk legfontosabb szakaszához érkeztünk. A sztálingrádi vereség a szovjet hadsereg sikeres téli offenzívája után Hitler és vezérkara új tervet kovácsolt. Kidolgozták a Citadella hadművelet tervét. Minden tartalék összevonásával a keleti front középső szakaszán az úgynevezett Kurszki kiszögelésben akartak döntő csapást mérni a szovjet erőkre. Ha a támadásuk sikerrel jár, kettészakítja az arcvonalat, hátba támadhatják a délnyugati erőket, és észak felé megkerülhetik a központi hadseregcsoportot. Összekötőink izgalmas híreket hoztak a készülő támadásról, és a központ sem fukarkodott kérdéseivel. Bízza meg Lüsszit és Wertert, hogy állapítsák meg, a keleti front déli szakaszának mely pontján kellene a német támadásnak kezdődnie. Milyen erőkkel és milyen irányban akarnak csapást mérni. A déli szakaszon kívül hol és mikor terveznek német offenzívát. Rádiósaink ébren töltötték az éjszakákat, és magam se sokat aludtam ebben az időben. A sok apró számjegy,
amelyeket ezeken az éjjeleken papírra vetettem, fontos hírek kialakultak a központ rejtjelfejtőinek tolla alatt. De távirataink egy részét ekkor már az ellenség is el tudta olvasni, és amit ebből megtudtak, izgatottá tette őket. Elhatározták, hogy még szorosabbra fonják körülöttünk a gyűrűt. Nagyszerű az anyag. A direktor bizonyára meg lesz elégedve. Ugye megmondtam, az a lucerni pasas az aranyatér. Üzenje meg neki, minden érdekel, ami a Citadella hadműveletre vonatkozik, a legapróbb részlet is. Rendben van, de van még valami, Alex. Újabban nagyon kapós lettem, mindenféle ismeretlen férfi rendezvút kért tőlem. Tréfál? Sajnos nem. Alex, kérem, jó lenne, ha feljönne hozzám. Tudja, hogy ellenzem az eféle találkozókat. De ez most tényleg fontos. Az egyik telefonáló, a legszívósabb, ma este újra jelentkezik. Nem engem, hanem Bösendorfert keresi, a volt férjemet. Feltétlen beszélni akar vele. Valami Ellen Stone-ra hivatkozik. És Mária néni még mindig a jó kedély. Jól, elpusztíthatatlan a kedélye. Nos, jön. Ott leszek. Kilenc óra. Pontos ember. Halló, Bösendorfer. Kihez van szerencsém? Nem, uram, én nem hajtok senkivel találkozni, addig, amíg nem tudom, kivel beszélek. Nem. Őt se ismerem, jó éjszakát. Amit szól hozzá, megint erre az Ellen Stone-ra hivatkozott. Ki lehet az? Megnézem a telefonkönyvet. Fölösleges, a provokáció nyilvánvaló. Tudja, Eszter, mi lehet-e mögött? A párizsi csoport. Maurice a gestapó letartóztatta. Félő, hogy szóra bírták. De hiszen Maurice tudja, hogy én nem Bösendorferrel élek, hanem Paullal. Vagy talán mindent tudnak, és magával akarják elhitetni, hogy ez egy régi kapcsolat. Nem, az nem lehet, Alex. Tudja miért? Amikor ez a pasas először telefonált, azt mondtam neki, nem tudom adni a férjemet, mert Zürichben van. Na és másnap egy férfi és egy nő Bösendorfer zürichi címe után szimatolt. Persze a házmesternél mindent visszamondott nekem. Ennek a felese tréfa, Eszter, a nyomában vannak. Egyelőre hagyja abba a munkát, és ne találkozzon senkivel. És a kapcsolataim? Magamra vállalom őket. Ezt nem gondolhatja komolyan. Taylor barátjának épp az a kikötése, hogy csak én rajtam keresztül. Taylor barátja meg fogja érteni a szempontjainkat. Nem fogja megérteni. Ezek a mi szempontjaink, és nem az ő szempontjai. Inkább kérjen a központtól egy külön rejtjelkönyvet számomra, hogy önállóan dolgozhassam, ha történik valami. Kérem, meg fogom próbálni. Mi történt, hadnagy? Miért nem kopog, ha belép? Bocsánat, azt hiszem, nagy halat fogtunk. Hallgassa csak, százados úr. Sziszinek. Közöljük az új rejtélkönyvet címét. Vedd meg és megadjuk hozzá a kezelési utasítást. Tempét sur la maison, Zseber kiadó. Aláírás direktor. Papa, téged keresnek. Ki az? Hát én, kedves adó. Nem ismernek. Yves Rameau vagyok. Na, így sem tudja. Hát akkor úgy, hogy Ewald Zweig. Újságíró, Párizs. Igen, a név ismerős, de sajnos nagyon rossz az arcmemóriám. De örülök, hogy megtaláltam. Most már megismert? Nem sokat változtam, csak öregettem néhány évet, meg aztán megviseltek az események is. Nem volt könnyű ez a hét esztendő. De mivel szolgálhatok? Itt Svájcban, hál' Istennek, egy kicsit összeszedtem magam. Már régóta itt vagyok. Mindenütt kerestem. Közben fél Genfel összeismerkedtem. Tudja, hogy van ez? Kapcsolatok, kapcsolatok. A mi szakmánkban ez a legfontosabb. Megengedi? Emlékszik azokra a régi szép párizsi időkre, amikor együtt kezdtük az antifasiszta harcot. Istenem, ilyen fiatalok voltunk. Tele reménye. Ki hitte volna, hogy ide jutunk? Kérem, uram, térjen a tárgyra. Fontos dologban keresem, Radó úr. Magának is fontos. A Vernéi koncentrációs táborban megismerkedtem egy szovjet diplomatával. Hogy én hogy kerültem oda? Amikor a párizsi csoport lebukott. Nekik dolgoztam. Én vagyok az aspiráns. Nem hallott róla? Honnan hallottam volna? A lényeg az, hogy egy darabig bujkáltam. Amíg elkaptak. Vernébe vittek, de sikerült megszöknem.
Véleménye szerint először... Van egy adóverőm. Fel kell vennem a kapcsolatot Moszkvával, de nincs rejtele. Gratulálok a szökéséhez. Ilyen teljesítménnyel kevesen dicsekedhetnek. Kész rémregény, igaz. Egyszer majd elmesélem magának, ha akarja. De most azért jöttem, hogy segítse. Én térképész vagyok, uram. Mit akar tőlem? Persze, hogy térképész, Radó úr. Értjük mi egymást, hiszen ismer engem. Ismerem. Én még hasznára lehetek. Kitűnő kapcsolataim vannak az amerikai konzullal. Semmi dolgom az amerikai konzullal, és roppant elfoglalt ember vagyok. Nagyon örültem ennek a találkozásnak, Ramó úr. Isten vele. Szóval nem akar megérteni, kedves Radó, így is jó. Majd még találkozunk. Kész csokom annak a tüneményes feleségének. A féreg. Kirúgtad, jól tetted. Nem biztos, lehet, hogy gyanútlanabbnak kellett volna látszanom. Azt ne várt, hogy hülyének nézzenek. A párizsi csoport lebukott, az már biztos. De mennyit tudhattak meg tőlük? És mit akartak ezzel a Ramóval? Hogy azt remélték, hogy egy ilyen dilettáns trükknek beugrom, hogy ránk akartak ijeszteni. És az a telefonáló Sissinél. Nem is mondtam, Jimre hivatkozott. De nem a fedő nevét mondta, hanem a polgári nevét. És két nappal ezelőtt ugyanezt a nevet mondta Sissinek is. És a telefonáló nem tudta, hogy Bösenbörter nem ismerheti Jimet? Igazad van. Az egész ügy nagyon zavaros. Egy biztos, hogy a gestápó van mögötte. És Sissit nem lehet rávenni, hogy egy darabig húzza meg magát. Nélküle nincs meg a lucerni kapcsolat. Mindig is ilyen volt. Azt hiszi, a horog érdeme, ha ráakad a hal. Na, együnk. Azon gondolkodom, mégiscsak illegalitásba kellene mennem. Most? Vacsora előtt? Annyira azért nem sürgős. Olaszországba megyünk, délre, ahol meleg van és mindig süt a nap. Megtanulok olaszul, már most elkezdem. Megtanítasz? Nézd, egy szót sem tudok olaszul. Hát akkor mi megtanulunk együtt. Itt Moszkva beszél. Ismertetjük a Vörös Hadsereg főparancsnokságának parancsát Orel és Bielgorod városoknak a német fasiszta megszállóktól történt felszabadítás alkalmáról. Ma augusztus 5. napján... Léne! Léne, gyere csak! ...vonal haderői a nyugati és a központi haderőinek szárnyaival együttműködve súlyos harcok eredményeképpen elfoglalták Orel városát. Ugyancsak ma a Cseppei és a Voronyezsi arcvonal haderői megtörték az ellenség ellenállását, és elfoglalták Bielgorod városát. Ugye mondtam, hogy érdemes volt. Nekem mondod. Egy hónapja annak, július 5-én a németek megkezdték nyári offenzívájukat. Már voltak pillanatok, amikor azt hittem vesztettem. Elveszett az egész világ. Éveken át mindig csak ők győztek, mi állandóan hátra. Pedig nagyon egyszerű. A fasizmus nem győzhetett. Ez ellenkezett volna a történelem dialektikájával. Jól van, tudós ember. Haderőink magunk lendültek támadásba, és augusztus 5-én, pontosan egy hónappal a nyári offenzíva megindulása után, elfoglalták Orelt és Kurszkot. Szigorúan bizalmas ügyben kérettem, felügyelő úr. Foglalja helyet. Köszönöm. Semmi sem szivároghat ki idő előtt erről az akcióról. Cigarettát? Inkább a magaméból, ha megengedi. Egy hírszerző csoportot kell felgöngyölíteni gyorsan és zajtalanul. Náci ügynökök? Ogyan. A németek kaput. Kursknál előtték az összes puskaporukat. A körülmények most másfajta előrelátásra késztetnek bennünket. Egy orosz csoportról van szó. Értettem. Parancsa szerint fogok eljárni. Szervezze meg a rádióbemérést. Frisz hadnagyot ajánlom. Önre bízom. Ebben a dossziéban hasznos adatokat talál. Kiinduló pontnak éppen elég. Itat? Köszönöm, azt kérek. Honnan származik az anyag? Használja nyugodtan, megbízható pontos adatok. Azt hiszem, rémesen nagy baj van. Figyelnek. Miből gondolja? Tegnap feljött egy férfi. Azt mondta, hogy az elektromos művektől van, hogy én bejelentettem, hogy rossz a villany. Mondtam, én aztán nem jelentettem be semmit, és menjen innen. De ő kiabálni kezdett, hogy
neki hivatalos utasítása van, hogy megnézze a villanyt, és a családos ember miattam nem hagyja kidobatni magát. És? Bejött, megnézte a villanykapcsolókat, és végigkopogtatta a falakat. Nem vehetett észre semmit? Semmit. Minden jól el volt ugva, meg állandóan a sarkában voltam, és veszekedtem vele, hogy azonnal hagyja el a lakást. Nagyon helyesen viselkedett, mert mégis az lenne a legjobb, ha eltűnne egy időre, utazzon haza a szüleihez. Azt nem, Albert bácsi. Rémesen szeretek dolgozni. Ne gyerekeskedjen, Róza. Most nem babra megy a játék. Még ma este hazautazik Bázelba. Az iratokat, feljegyzéseket, mindent eltüntet, és ideadja nekem a lakás egyik kulcsát. A készüléket majd én elvitetem. Mindent megértett? Helyes. Még 10 percig maradjon, és csak aztán induljon el. És figyeljen, nem követik-e. Van a sakkozásnak egy különös változata. Úgy hívják vakjáték. Ilyenkor az ember nem látja a táblát, csak bemondják az ellenfél lépéseit, és neki így kell válaszolnia. Hát mi most valami ilyet játszottunk. De még azt sem tudtuk bizonyosan, hogy ki az ellenfél, és mikor teszi majd meg a következő lépést. A mattot mégiscsak meg kell próbálnunk elhárítani. Hát akkor hallgassa meg ezt a táviratot. Direktornak. Rózát figyeli a rendőrség, hazaküldtem a szüleihez, rádióját leszereltettem és biztonságba helyeztem. Dóra. Nem érdekel a svájci rendőrség! Maguknak az a feladatuk, hogy megakadályozzák. Ha a svájciak felszámolják a szervezetet, sose juthatunk el a hírforrásokig. Utasításba adtam, hogy nem a távirászokra vagyok kíváncsi. A forrásokat kell felderíteni. Ki az a Werther? Olga, Lüssi? Miféle barmakkal dolgozik maga? Egyetlen embere sem tudott beépülni? Az az ostoba Rómeó, az a Hans Peters, a maga dilettánsaihoz képest egy zseni. Péter semmiképp sem engedje a lány Genfből. Ez az egyetlen biztos szál. És rendszeresen kérek jelentést. Ha kell, naponta. Megértette? Jó estét, hölgyel úr! Az emberek elfoglalták a helyüket. Az akció indításra kész. Várjuk meg Friss hadnagyot. Köszönöm. Jó estét, mi újság? Megy a műsor. Na, akkor indítjuk az akciót. Emil Lehmann, letartóztatom.
Á, Radúr, 1000 éve nem láttam. Hogy van? Mit szól hozzá ezek az oroszok? Fantasztikus, nem? Most mondja meg nekem. Jó ez nekünk, Radúr. A nácik végső elkeseredésben mindenre képesek. Mondja, Radúr, lesz megszállás. Bár a németeknek most nem érdekük, hogy itt nagyobb erőket kössenek le, hogy egy ellenséges góc alakuljon az olasz front mögött. De ugyanakkor kérdezem én, miért haladnak az angol szászok Olaszországban olyan tempóban, mintha egy csiga meg egy teknős házasságából származtak volna? És egyáltalán miért késik a francia partaszállás? Ezt én se értem. Biztos forrásból tudom, a svájci hírszolgálathoz közel álló körökből, hogy különböző hírszerző csoportok itt, nálunk, így vannak egymással. Nem hiszi? Innen nézze. A svájci rendőrség letartóztatta idegen ügynökök egy csoportját. Idegen ügynökök. Szovjet kémek, mondanom se kell. Világos. Ha ez így megy tovább, holnap után a kozákok a Genfi tóba itatják a lovaikat. Na, itt a közös érdek, látja, Radó úr? Csodálkozik, hogy szóba állok a nácikkal. Uram, a politikusok nem finnyásak, nem olyan idealisták, mint maga, meg én. Elnézést kérek, de nagyon sietek. Hát Isten ments, nem akarom én magát visszatartani. Hát mikor beszélgetünk majd egy jót? Egy pillanat azt az újságot a... Tessék, csak vigye magával. A szerkesztőségben van még. Tessék. Jó estét. Edward megbetegedett. Súlyos? Súlyos. Sőt, valószínűleg fertőző is. Módot is bevitték vele együtt a kórházba. Egyelőre tilos látogatni. Szegény Edward. Mielőbbi gyógyulást kívánok neki. Ha beszélek a direktorral, majd elmesélem neki is. Kérni akartam, Jim, és vigyázzon magára, nehogy maga is megbetegedjék. Vigyázzon. Mikor látom? Ha erre sétál holnap mondjuk 3 körül. Oké. Viszlát. Figyeljen, Baldi kisasszony, alá kell írni a jegyzőkönyvet a házkutatásról. Felügyelő úr, itt nem találtunk semmit. Akkor folytassák itt le. Igenis. Miért költözött Hans Petershez? Nem költöztem hozzá. Csak felmentem tegnap este, és elbeszélgettük az időt. Amikor maguk ránk rontottak... Ejnye, Baldi kisasszony, ilyen rendetlen. Itt minden csupa por. Ebben a lakásban egy hét óta nem takarított senki. Azt mondja meg, mi van Hanszal? Hanszal? Hanszal nincs semmi. Jól érzi magát. Nagyon jó. Felügyelő úr, nézze csak! Mi ez, Baldi kisasszony? Nem tudom. Honnan tudjam? Valami kis fémvacak. Ez a kis vacak egy rövid hullámú adóvevőkészülék alkatrésze. És a többi is az. Hagyjanak békén! Róza kitörte a bokáját. Hol? Bázelban? Nem, itt Genfben. Miért? Próbálja kideríteni, hogy került ebbe a kórházba. Értesíteni kell őket, hogy ne bízzanak ezekben az orvosokban. Meg kell kísérelni kapcsolatba lépni olyan ápolókkal, akik megbízható híreket szereznek róluk. Már tettem lépéseket. Most már bizonyos, hogy a második genfi adó is elhallgatott. Már csak a harmadik, a Lozán miatt. Aminek még mindig nem ismerjük a rejtjelét. Rohadt dolog. A brigádőnfürer tajtékozni fog. Mi nem derítik ki, mi történik ott Svájcban? Nem a mi dolgunk. Minden esetre rögzítsék az összes elfogott táviratot. Hát, ha ismét az ölünkbe hullik a kulcs. Ideges vagyok. Erre a megoldásra most szükséged van. Itt jó kezekben leszel, ne nyugtalankodj. A gyerekek miatt vagyok nyugtalan. A gyerekeket ne féltsd. Nekik jó helyük lesz az internátusban. Sokáig tart egy ilyen nagy takarítás? Lehet, hogy sokáig. Ez egy nagyon alapos takarító vállalat. Nem megyek be veled, mindent tudsz. Na, szervusz. És ne nyugtalankodj. Mm.
Már majdnem egészen felnőtt vagy, és mostantól te leszel a családfő. Tudom, apa. Hidd el, nem lesz semmi baj velünk. Kis Alexre vigyázz. Hétfőn te is menj be az internátusba, már megvan a helyed. És amíg anyátok vagy én nem megyünk, értetek, nem mozduljatok. És te hol leszel? Azt még nem tudom. Az amerikai értem. Csapatok ugyanezen a napon partra szálltak a Salamon-szigeteket. Most menj a parkba biciklivel a pavilomhoz. De öltöz fel jól, mert legalább egy órát kell várnod. A jelszó? Ne hülyéskedjet, én rám látsz. Most ideadod a biciklit, megvárod, amíg besötétedik, és hazaviszed a kutyát. Azért a biztonság kedvéért odadom a kabátom és a sapkát. Há, jó, nem fogsz megfázni. Ugyan, apa. A kutyát vigyétek el Herman bácsihoz. Jó. És vigyázz az öcsédre. Értem, keményen, apa. Megfontoltan, férfiasan. Úgy lesz, apa. Állásaink egy részét fel kell adni, az már bizonyos. De a harcot nem. Ilyen olcsón nem adjuk. Hírszerzőink dolgoznak, és van még kapcsolatunk a központtal is. Köszönöm, végeztük. Kérdezzen semmit, jöjjön. Üljön be. Mi jön már be? Mit akar? Megőrül, Jim! Taxitlop! Nyakuk le hozzá a rendőrséget! Ne kiabáljon, Albert! Inkább nézze meg a kesztyűtartót. Fogadjunk, ott lesz a fényképe. Hát már itt tartunk. Talán beszélhetünk. Honnan tudta, hogy ott van a képem? Nem tudtam, csak sejtettem. Mikor láttam, hogy a sofőr megcélozza a telefonfülkét, úgy éreztem, hogy nem árt ez a kis kerülő. Köszönöm. Baj van, Jimmy. Magáé az egyetlen működő adó. Próbáljon valahogy más helyet keresni, akkor talán időt nyerünk. Megpróbálhatom, bár azt hiszem, egyelőre én még nem vagyok veszélyben. Addig is ritkábban adjon, és csak a legfontosabbat. Változtassa az időpontot és a hívójelet. Minél rendszertelenebbül. Én most egy időre eltűnök. Ha találok valami helyet, akkor jelentkezem. Várni fogom az értesítését. Isten áldja. Minden jó. És akkor a pasos azt mondta Liznek. Menjenek el. Csak. Mi van, hova megyünk? Csinálunk egy görbe estét, oké? Mi ütött beléd? Hát jó, nem akarod. Te pukkancs, nem kell mindjárt megsírtodnod. Mindjárt reggel lesz. Miért hallott ma éjjel ez az ember? Jó nap. Jó napot, asszonyom. A férjem ma nem rendel. A mérnök úr érdeklődik, hogy tart-e még a nagy takarítás. Ó, hogyne. Tessék. Köszönöm. Erre tessék. Igen.
Jó napot, Albert. Sisi, örülök, hogy látom. Mi újság? Semmi jó. Rózát is letartóztatták. Igen, tudom. De hogy hogyan, azt is tudja? Egyáltalán nem tudom, mit keresett Genfbe. Hazaküldtem Bázelbe a szüleihez. Hát ez az. Ismeri ezt a nevet, hogy Hans Peters? Az ki? Egy fodrász. Abban az üzletben dolgozott, ahol Léne és Róza találkozni szoktak. Udvarolni kezdett Rózának, és a lány beleszeretett. Egy szót se szólt róla. Persze, hogy nem. Peters ugyanis gestapó ügynök. Ő beszélte rá a lányt, hogy maradjon a városban. Szerencsétlen. Butatjuk. Albert, rengeteg anyag gyűjt össze, fontos anyag. Mit csináljak? Hívja fel ezt a számot. És keresse Jimmet. Mondja azt, hogy amíg Albert szanatóriumban van, addig találkozhatnának, mint egy kikapos asszony, ha beszélne meg rendezvút. Lehet, hogy a telefont is lehallgatják. Ki ez a Jim? Az egyetlen megmaradt távirázunk. Hívja fel sürgősen. A központtól erre nem kaptam utasítást. Nincs helye az érzékenykedésnek, Sisi. A fronton folyik a harc. El kell juttatnunk az anyagot Moszkvába. Megpróbálom. Más valami? Menjen el a klinikára Lénéhez. Mondja meg neki a címet és a jelszót. Célszerűbb lenne, ha itt lenne. Rendben van. Viszontlátásra, Albert. Viszontlátásra, Sisi. És legyen nagyon óvatos. Óvatos leszek. Na, mi van? Munkában az emberük. Akkor kezdjük. Akció indul. Nos? Az adás megy tovább. Folytassuk. Tessék kikapcsolni a villanyt. Az egész házban? Igen. Jó. Az Isten itt. Mi ez? Ez az. Megszűnt az adás. Indulás. Micsoda modortalanság ez. Köszönés nélkül berontani egy idegen lakásba. Ne komédiázzon, Stone. Összetörte. Látom, ön ismer engem. Szabad a kedves nevét. Stone úr, letartóztatom. Ugyan miért? Illegális hírszerző tevékenységért. Uram, a humora ellenállhatatlan. Maga kemény fickó, Stone, de minket se kenyérből gyúrtak. Megtisztel, felügyelő úr. Nem akartuk még zavarni, de elfogtuk a központjuk egyik táviratát, amelyben a direktor utasította, hogy vonuljon illegalitásba. Kénytelenek voltunk előrehozni a látogatást. Lenyűgöz a fantáziája, felügyelő úr. Csak hogy én egy egyszerű rádióamatőr vagyok, és az nem büntetendő cselekmény. Akkor miért tört össze a készüléket? Leejtettem, ugyanis összerezzentem a maguk finom kopogtatásától. Radóval mikor beszélt utoljára? Radóval. Alexander Radó, a szovjet hírszerző csoport vezetője. Biztosíthatom, hogy most hallom ezt a nevet először. És Dóra? Így ismerősebben hangzik? Végtelenül sajnálom, de Dóra nevű hölgyet sem ismerek.
Megvan, válaszolnak. Mit szólsz hozzá? Ugye megmondtam. Helyes. Tiéd a sajtból a luk. Felügyelő úr, itt Herbert Katz. Sikerült Moszkvával a kapcsolatot felvenni. Most vesszük a választ. Igen, természetesen folytatjuk. Mi újság? Újra ad a trojka. A lozánni adó megszólalt. Itt valami nem stimmel. Ez nem az ő kódjuk. Fene egye meg, akkor a svájciak szórakoznak. A marhák. Azt hiszik, hogy Moszkva bedől nekik. Maga gyakran találkozott Radó Sándorral. Az ki? Ne játszol, Léma, megfigyeltük. Nem tudom, ki az. A maguk csoportjának a vezetője. Én semmilyen csoportról nem tudom. Tőlem egy ismeretlen férfi rendelte meg a rádiót. Ki ez az ember? Megmondtam, fogalmam sincs. Mikor járt maguknál Dóra? Kicsoda? A maguk főnöke, Radó Sándor, a Geopress tulajdonosa. Ezt a nevet magától hallottam először. Ki ez az ember? Soha életemben nem láttam. Nincs értelme a tagadásnak. Mondjon el mindent, és mindkettőjüket elengedjük. Kérem, én újra elmondhatom. Nevem Emil Lehmann, születtem 1910-ben Genfben. Foglalkozásom a rádió. Ne bohózkodjon, Lehmann, ráfizethet. A felesége már vallott. Akkor engedje el őt. Én csak azt mondhatom, amit én tudok. Megmondja végre, hogy ki ez? Sose láttam. Ez Radó, a maga főnöke. És ez, hát ezt az ember csak ismeri. Most látom először. Hiszen itt beszélgetnek. Honnan veszi, hogy beszélgetünk? Köteles vagyok minden férfit ismerni, aki az utcán megáll mellettem. Ez Ellen Stone, fedőneve Jim, a maguk másik rádiósa. Ő is itt van, szembesítsen vele. Szembesíthet, akkor sem ismerem. Kivel álltak kapcsolatban? Sokakkal. Jó forgalmú üzlet a miénk. Kitől kapták az anyagot? Az uramnak volt régről. Nem az alkatrészeket kérdezem. A híranyagot. Miféle híranyagot? Amit Moszkvába táviratoztak. Moszkvába? Nem táviratoztunk mi senkinek. Na, ne nevettesse ki magát. Amikor letartóztattuk magukat, működött a rádiótávíró. Persze. Az uram kipróbálta. Egy jó iparos, mielőtt elad valamit, kipróbálja. Ki az a Hans Peters? Egy ismerősöm. Egy olyan futó ismerőse? Igen. Akkor mit keresett az ágyában? Nem voltam az ágyában. Mikor letartóztattuk, mind a ketten az ágyból ugrottak ki. Tehát ki az a Hans Peters? A vőlegényem. Na végre. Tehát maga a gestápónak is dolgozott? A gestápónak én? Magának elment az esze. Akkor miért nem jelentette, hogy Peters a gestápó ügynöke? Maga tényleg megőrült. Tudja ki Hans Peters? Egy német antifasiszt, akinek az apját agyonverték az SS emberei. Őt koncentrációs táborba zárták és félholtra kínozták. Jól figyeljen, Baldi kisasszony. Hans Peters 31-be települt át. Svájcba az apjával együtt, aki ma is jó egészségnek örvend. Mindketten 10 éve tagjai a svájci féllegális náci szervezetnek. Tessék, olvass el ezt a jelentést. Nem. Ez nem igaz. Látja, milyen naív kislány maga? Legjobb, ha őszintén elmond mindent. Beismeri, hogy hírszerzéssel foglalkozott. Igen. Megőrülök ettől a húzattól. Cseréljünk helyet. Miért ott nincs húzat? Az öreg asszony megígérte, hogy hoz sziget előtt. Az öreg asszony 2 hete ígér egy gyógyszert. És minden nap elfelejti. Most mit nevet? Jim jutott eszembe. Mi lenne, ha pipáznék? Verik a fiamat. Nyugodj meg, Léne. Tudod jól, hogy a gyerekeket kiengedték a rendőrségről.
És kirúgták az internátusból. Majd visszaveszik őket. Megvannak az összeköttetéseim. Alex, én kimegyek. Én megkeresem a gyerekeimet. Ha kilépsz innen, abban a pillanatban elfognak. Nincs jogod ahhoz, hogy feladd magad, hiszen ezt akarják. Ha észreveszik, hogy nem tudnak minket előcsologatni, abba adják a gyerekek zaklatását. A vacsora. Megint hering. Ne haragudj, Alex. Nincs semmi baj. Te. De a barátaink ugye biztosan segítenek. Biztosan. Hónapok teltek el. A németek minden fronton visszavonultak. Megtörtént végre a normandiai partra szállás. Párizsban általános felkelés tört ki, és kizavarták a megszállókat. A szovjet csapatok a birodalom határai felé közeledtek. Franciaország felszabadult. A történelem eseményei egyre kedvezőbben alakultak. De mi még mindig abban a 6 négyzetméteres kamrácskában húzottunk meg, és szinte úgy éreztük, még az elejünkben is megdermed a vér. Tehát nem volt kedvünk besétálni a csapdába, amit a svájci elhárítás állított. Szabadon szerettük volna megérni a győzelem napját. Megjött. Hogy van, Stoke? Remekül. Láthatja, még meg is híztam. Mit tehetek magáért? Szerezhetne valami jobb minőségű dohányt. Nagyon hálás lennék. Szeretem magával, Stone, hogy van tartása. De hiába tartja magát, mi sok mindent tudunk. Na ez nem kihallgatás, nem azért mondom. Pontosan ismerjük kapcsolatát Radóval. Tudjuk, hogy maga képezte ki Lémanékat és Antonella Baldi. Szépen gyűlik tehát erének anyaga. Gratulálok. Egyébként nem tudom, tudja-e, hogy a gestápó már a nyomában volt. Avval, hogy kivontuk a forgalomból, valószínűleg az életét mentettük meg. Nem tudtam. Nekem nem voltak olyan szoros kapcsolataim a nácikkal, mint önöknek. Látom, nem vesztette el a humorát. Kíváncsi vagyok, akkor is nevetni fog-e, ha majd szembesítjük Radóval. Már a nyomában vagyunk. Egy-két nap, és a kezünkben lesz. Az angol üzeni Alberték is megkapták a fertőzést. A tiszti orvos hamarosan kórházba szállítatja őket. Mikor? Nem tudom. Csak annyit mondott, hamarosan. Köszönöm, Filip. Ha beszél vele, mondja meg, mindent el fogok követni, hogy egy külföldi szanatóriumba helyezzem el őket. Még ma küldök értük mentőautót. Ha lehet. Jó estét! A lakásban mindenkit letartóztatni. Ellenállás esetén ne használjanak fegyvert, élve van rájuk szükség. Igen. Kinyitni! Rendőrség! Mit akarnak? Ketten oda, ketten oda! Bocsánat, uraim! Nem tudnának segíteni? A gyújtással lehet valami baj találni? Sajnálom, uram, orvos vagyok. Beteghez megyek. Életveszély. Ez is üres. Sehol senki? Senki. Köszönöm. Viszontlátás. Isten vele. Sok szerencsét, minden jót. Most már jó kezekben lesznek. Jó napot kívánok. Ez a vicinál is lesz az. Tejet szállít francia területről Genbe. Lerakodik, aztán jön vissza. Ha jelez, akkor elrejtőzünk, mert svájci határőr is van a vonaton. Szervusz. Szervusz. Akkor mehetünk. Minden jó. Jön.
Nem jelzett. Akkor készülhetünk. Megjöttünk. Nem jó lesz ez, ügyelem. Ha nincs velem határőr, meg kell állnom az ellenőrzési ponttán. Nem állsz meg, teljes gőzzel átrohan. És ha lőnek? Bejöttél? Én? Velük mi lesz? Ők sem ijednek meg. Kérem, szálljanak el. Vajon kit találunk meg a párizsiek közül? Remélem mindenkit. Jaj, csak a gyerekek tudnák, hogy hol vagyunk. Srácok is vannak? Kettő. Két fiú. Tudja, nem gondoltam, hogy még valaha is találkozunk. De aztán, ahogy megláttam, megismertem. Mondom, na nézd a kis köpcös, aki a térképen. Vigyázzon! Hát igen, mindez valahogy így történt. Most pedig engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Radó Sándor vagyok most már saját személyemben. Amint a filmből látták, ezt a kalandot is megúsztuk, de ezzel még a történetnek nincsen vége, hiszen 33 év után most itt állok önök előtt. Ez az egész történet a felderítéssel akármennyire izgalmas és felelősségteljes volt, számomra csak egy epizód az életemben, mert hiszen előtte is, utána is életcélul kitűzött tudományaimmal, a földrajzzal és térképészettel foglalkoztam és foglalkozom. Hazatérésem után 10 évig voltam a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető professzora. 23 év óta dolgozom a térképészeti hivatalban, ahol ez alatt az idő alatt sikerült sok mindent megvalósítanom, amiről évtizedeken keresztül álmodoztam. 7 szocialista ország összefogásával kiadhattuk az egységes világtérképet 234 lapon, ami egyhangú elismeréssel minden idők legnagyobb térképészeti műve. Megjelentettem Magyarország nemzeti atlaszát, megbízást kaptam az olyan világhírű atlaszoknak a szerkesztésére, mint a Larousse francia atlasz, mint az amerikai Rand McNally atlasznak egy része. Budapest ma a térképészet egyik nemzetközi központja, amely szoros kapcsolatban áll az egész világ térképészeivel. Ugyanakkor sikerült kiadnom emlékezéseimet hírszerző tevékenységemről, amelyet 21 nyelven jelentettek meg, és amelyekben igyekeztem a világháború, a fasizmus elleni élet-halálharc kulisszák mögötti titkos küzdelmére némi fényt deríteni. Fájó szívvel kell ezt az utószót azzal befejeznem, hogy feleségem, nagyszerű élettársam Helene már 20 évvel ezelőtt elhunyt, hogy gyermekeim és unokáim Franciaországban élnek, és így ritkán látom őket. Egyetlen vigaszom öregségemben, 79. évemben a tudományos munka, amelyet igyekszem az emberiség érdekében kifejteni, éppen úgy, mint ahogy egész életemben kiálltam a szocializmus, a kommunizmus mellett az emberiség jobb jövőjéért.